Sziasztok, sziasztok! A nevem Gába Lázs, látjátok az új LG v a csomagolását, mivel megjelent itt Németországban és Európában, most már december eleje óta kapni lehet sok országban. Magyarországon egyelőre nem, e, hogyha jól tudom, de e, külföldre persze könnyen meg lehet rendelni, és amúgy már Koreában e, november is e, óta árulják, sőt, október vége óta, de novemberben lett igazából nagy siker, és itt e, Európában is e, elég sokan előre megrendelték, miután már szeptemberben megmondhat az IFA 2017 kiállításon. Nekem ebben az évben valószínűleg ez lesz a kedvenc telefonom. Az már azért tudom, mert már sokszor voltak kezemben. Nagyon jó a tapintása és technikai adatokban is remek, mert például van remek 16 megapixeles kamerája a legújabb új Snapdragon 835-ös processzor, ami mindegyik premium telefonban már igazából féli, benne van, de a 16 megapixeles kamera azért különleges a hátulján, mert persze kettő van belőle benne, és van egyszer f1.6-tal, meg egy f1.9-es, még 13 megapixeles lencsés benne, és különben ez itt most a kék szín, Blue Blue, ide van írva, ez egy, egy, egy SIM verzió, van dual SIM kártyás verzió, és elvileg az LG V30-ból pár országban meg van egy LG V30 Plus verzió is, amiben több mint 64 giga, méghozzá 128 giga tárhely van, és elvileg több RAM is, akkor, hogyha jól tudom, vagyis nem, ugyanannyi abban is a 4 RAM, nekünk még azt mondták az ifán, hogy abban majd több RAM lesz, elvileg akár 6. Ez itt az egyik kedvenc dolog, amit igazából az LGV v 30 a ez a kis törlőkendő, milyen LG logos, az egyik oldalt. Ezt ide félre rakjuk, és akkor már is itt láthatjuk, hogy már kicsit összetapíztam a telefon, de még nem vettem ki a fóliából, meg még nem rendeztem be. Kicsit félre rakjuk, és akkor itt látjuk, hogy van még egy kis leírás. Ezt is rakom egy pillanatra, és majd mindjárt folytatjuk azzal, hogy mi van itt a csomagban benne. Még hozzá persze egyszer van egy LG töltőnk, ez itt egy gyors töltő lesz, remélem. Mire van nyilván, hogy 5 volt 1,8 amper, vagy 9 volt 1,8 amper, tehát majdnem 16, azt hiszem vattal tud majd tölteni. Ez a Fast Charger, tehát ugyanaz a töltő van benne, mint a LG-nek a G6 telefonjában. A dobozban egy fehér adatkábelt kapunk hozzá. Nem feltétlenül illik az ezüst vagy a, a sötétkék telefonhoz, de oké. Okay, és akkor ez itt még nagyon fontos, méghozzá premium feladatot kapunk hozzá, ami több mint 100 eurót ér, de hát a készlék is um, 900 euróba kerül itt a boltban, tehát egy um, Samsung Galaxy S8 Plus 3 um, van. B&O Play. Lássuk. Vannak extra méretű füldugók. És nagyon-nagyon szép feladatok. BNO. Jól néz ki, és elég nagyon jó hangja. Um, Doc 32 bit tud. A készlék, tehát nem a feladat, hanem persze ezek is jó hangot adnak majd ki. Nem aranyozott a vége mondjuk, de van hozzá látható meg egy gomb, meg egy mikrofon, de benne egy DAC 32 bites chip van, ami azt jelenti, hogy bármit rádugunk, prémium hangminőséget tudunk majd kihozni belőle, és igen, ezen a telefonon még rá lehet dugni a felatót. Nem tudom hátulról a gyönyörű kéket, röviden. Művös, folytatjuk persze itt ezzel a résszel. És megnézzük, hogy mit kapunk még. Kis szimkártya segítség, ezt miért használjuk is. LG VM30 H930 verzió, német, angol, francia, olasz, holland. Rövid leírás, hogy kell használni, hogy kell még belerakni, és látható, van benne NFC is új szó USB és every wireless charging is van benne, most már nem hagyták ki az európai verzióból, de persze USB töltőn át ajánlják egyenlőre, hogy kábelet töltsd, és microSD is, sim is lehet belerakni, és akkor még van egy kis garancia füzet. Kicsúsztatom. És hogy látjuk, még ez a gyönyörű, gyönyörű okostelefont, egy hatincses... P-OLED kijelzővel, ugyanúgy, mint azt, hogy ismerjük a, hát a LG-től gyártott igazából um, Pixel 2 XL-ből, majd mindjárt összehasonlítom nektek. Van hangerőszabályozónk, Kis is bekapcs az nem oldalt van, hanem itt csak a SIM olvasó van, a ki is gomb mindig a hátulján van, itt ezt meg lehet nyomni ezt a gombot az újra olvasót, és itt látjuk a széles látószűrű dual lencse megoldást, ami azt jelenti, hogy nem 16 és 13 megapixel egy széles látószűrűben gyönyörűen tudunk majd fotózni, és nem csak egy kis lámpánk van, hanem még ilyen szenzorok is, hogy persze gyorsan tudjon fókuszálni. itt van a Bang Olufsen kis logó, a plate már nem nyertek hozzá, a kis matrica, amit le lehet venni, LG logós, egy CE-jel. És az alján, ami nem túl feltűnő, és gyönyörű ez a kék, mit szóltok hozzá, ha süt nap, szerintem nagyon jól néz neki. Alul USB-C, mikrofon és hangszóró, tetén van a feladócsatlakozó, de igen, az iPhone a tetén volt, az iPhone 4, igaz, szám, aztán az 5 östől az aljára rakták. Én a tetén amúgy jobban szeretem, de hát minden hozzá lehet szokni. Mikrofon, és az elején is persze még van egy kamera, ami nem hiányozhat. 5 megapixel f2.2, nem hangzik túl soknak, de ez is elég széles látószögű, úgyhogy nem is olyan rossz. Az egyetlen, amin sokan talán panaszkodhatnak, az, hogy milyen nagy az axi benne, 3300 mAh, de hát csak 7,9, 7,3 mm vastag az egész készlék, de nézzük meg, hogy mit találunk itt a SIM kártyánál benne. Így, SIM kártya nem dual SIM-es, de bővíteni lehet a belső a tárhelyet. Közben meg a bekapcs gombot és hagyjuk, hogy bootoljon az LG V30, és amíg ez történik, Röviden mellítváltam az LG-nek a G6-os telefonját, itt van. Ez egy kicsit kisebb, 5,7 incses kijelzővel rendelkezik, de ez volt az első 18 per 9-es okos telefon. És látjátok, hogy kicsit rövidebb, szerintem igazából. Még persze más a dizájn is, vastagabb volt. De mind a kettő gyönyörű készlék. Csak engem kérdeztek.

Levet meg neki, úgy lanyom tovasót most nem meg neki. Beleegyezünk. Az elsőre azt kell mondani, hogy igen. És már benne is vagyunk itt a készlékben. Kérdezi tőlünk, hogy egy régi készlékről át akarunk-e húzni információt, most éppen nem, de ezt könnyen meg csinálni USB kábelrel persze. Egy kicsit rá nekünk, hogy hogy kell használni a homescreen-t. Tehát, hogyha így lehúzom, akkor az appeket itt már is lehet keresni. Itt vannak a legtöbbször használt applikációk. De hogy látjátok, szép gyorsan fut az egész. Alulról felfelé nem tudok húzni, tehát mindig applikáció képen jön van, ez persze át lehet állítani a homescreenen. Na. Ha hosszan rajta maradunk. És a home settingsnél Select Home-nál mondhatunk olyan, hogy legyen App is, és akkor van itt gombunk is, hogy még applikációt ki tudjuk itt keresni, amit beleraktak mappába, és látjátok, hogy nincs rajta a készléken igazából semmi, csak az ag nek van egy pár applikációra rajta, Smart Doctor, File Manager, és Central-ben is persze kell egy-kettő applikáció legyen, ami LG-től, itt FM Rádiós például, benne kell legyen, és a Google-nek a applikációk is nem hiányozhatnak. Mondjuk nincs rajta mindegyik, mint a Keep, ami a kis Notification, vagy Notes felület lenne, és van egy pár Service dolog is. Nagyon szép, nagyon gyorsan működik itt minden, de a legfontosabb persze, hogy menjünk benne bele itt a kamerába, ahol van egy-kettő dolog, ami különleges, az LG készléknél, mint hogy manuális videómóduszunk is van, ahol tudunk széles látószögben még sok mindent beállítani és én persze néppen 3-as fotókat szeretek csinálni, de persze 18 9 es fotós csináltunk, ami itt kevesebb meg a pixel lesz, mert egyszerűen levágja a tetejét és az alját. Például látjátok itt ebben a képben, itt már nincs benne a tetejében a, azok a szép felhők, tehát én ezt használom, mert utólag persze sokkal szebben jobban lehet ki majd nyomtatni a képeket. Ahogy látjátok, gyönyörű, itt már is a képminőség, gyors is, és át tudok váltani szélslátószögre, és wow, látjátok, ez a nagy különbség az LG-ben, és ezért ez a telefon, amit én minden napokban most fogok használni, mert nem csak jó sima kamera minőséget tudom majd lőni egy fotót, hanem minden egyszer bele fog félni mindig a képbe, nekem videóban is ezzel a kis készlékkel, anélkül, hogy kéne rakni rá egy extra lencsét nekem. Itt tudom zoomolni is, hogyha persze hol, itt, ezt itt húzogatom, ha balrább húzom, akkor látható magától átvált a, a, széles látószögre, és ha itt a módra, akkor látjátok, hogy elég sok váltási lehetőség van, most már az lg is. A színevidó azt látható éppen, az egy különleges dolog, hogy tudunk egy sarokba is akár zoomolni, a point and zoommal, és vannak színe effektek is, azt hiszem, vagy 16, ahol különböző színváltásokat tudunk kiválasztani, mert szerintem azért remek, mert egyszerűen más feelinget, más érzéseket lehet kihozni így a videóból, hogyha színekkel dolgozunk, méghozzá, hogyha most azt mondom, hogy point and zoom, akkor például látjátok, most ide tudnék zoomolni ebbe a sarokba, és akkor lassan oda zoomol, és attól függően, hogy hova tartom itt a kis slide-et, tud gyorsabban is zoomolni, háromszoros sebességgel, egyszeres sebességgel visszazumolni, meg persze gyorsan is, tehát eléggé, praktikus beállítás lehetőségek vannak, és akkor itt be lehet váltani az, hogy romantikus képet akarok, akkor kékes, beauty, um, romantic comedy, documentary, scenery, dráma, a, a, thriller tetszett, vagy a noir, nem, a thriller tetszett, nekem a legjobban, akkor minden, minden ilyen sötét lesz, és tényleg scary, um, tökéletes, érdekes, mint hogyha egy horror horrorfilmben lennénk félig, meddig a portré meg hát ja, ilyen um, Andy warhol és akkor lehet itt váltani, hogy mennyire erősen csinálja persze melyik kis át is körbe húzni rá. Ezt kis kapcsolhatjuk, átmentünk a módba vissza, a manuális videómóduszban most átmenjek, és a fotóban is persze van manuális, de a videóban is vannak ugyanilyen beállítás lehetőségek, ahogy látjátok, most éppen Full HD-ban forgatunk, izót, mindenbe lehet beállítani rajta. Plusz, <kül> Itt majd kell választani azt is, hogy hány frame rate akár 60-nal is tudunk persze full HD-t forgatni, de ami nekem sokkal érdekesebb általában az egy frame, vagy, is, vagy kettő frame per szekendős um, 4K videó. Mert hogy tudunk um, time timelapse-et csinálni, és ezt csak LG tudja, már a G5 óta, um, és azóta is igazából imádom őket, ami amióta ezt kitaláltam, hogy lehet 4K-s hyperlapse-et csinálni, széles látószögben ez egyszerűen csak, um, ja, nagyon jó kis funkció, tehát videokamerában is jó, és persze az első kamerája, és 5 megapixel mindjárt bemutatom nektek. Sziasztok, sziasztok, most távolszó sapka van rajtam ma, és itt is széles látószöget átunk váltani, nem tűnik nagy különbségnek, de em, nagy a különbség majd, hogyha 5-6-7 emberre rátok így e, egy szelfit csinálni a képben, és tényleg simán belefér mindenki. És persze itt is vannak skintónok, lightningok, hogy hogy legyen, megvilág, hogy legyen megvilágítva, legyen kicsit világosabb, meg persze lehet filtereket e, Én Nekem ez a csaj tetszik a képen, nem? Na, ez nem is olyan rossz. Sziasztok! Portréfotóról nem ilyen, igazából itt, de biztos tud olyat is. Csak valószínűleg csak a hátsó kamerával. Azt mindjárt még megnézem röviden. Aztán már végeztünk is az első lépésekkel, majd, na, kérdés, hogy van-e portréfotó, és egyenlőre nem látok. Lehet, hogy majd azt még később belerakják. Ma azért még egy funkció, az egy funkció, amit nagyon szeretek, és akkor még röviden megmutatom nektek, hogy a Pixel 2 xl képest hogy néz ki, kicsit töltöm kell, és látjátok majd, hogy az LG-nek a V30, szak kisebb, ugyanaz a képen, a 6 van benne, csak ebben a színeket kicsit kiavították, nem úgy, mint a Google egy kicsit elrontotta a színeket, emlékeztek, nagy botrány volt belőle, és amire még páran talán hogy igen, szép a készlék, és le van kerekítve a képenyője, De tehát nem megy annyira a széléig a kép elnyő, mint egy Samsungnak, és ez igaz is, hogyha megmutatom mint nektek az LG, vagy a Samsungnak a, a s8-át, vagy S8+,-át, itt tényleg sokkal szebb, igazából szebben a szélén, kisebb a csík, de azért is főleg, mert jobban le van kerekítve a Samsungnak itt a képernyője, és így egyszerűen úgy tűnik, mintha a széle vékonyabb lenne, de így kevésbé van védve igazából a széle a Samsungnak, úgyhogy az LG egy stabil telefon, mert ez military standard szerint is 1,5 méterből le tudjátok ejteni tok nélkül, és nem fog tönkre menni, tehát ez egy eléggé um, strapabíró kis telefon, IP68-al is, nem csak 67-tel, 1,5 méter um, mélyig le tudtok menni egy fél órára um, sima, um, édes vízbe, és akkor persze szépen tudjátok majd a vízlat is a 4K felvételeket készíteni széles látószögben. Közben szépen a nevem Gábor Lázs, sokkal most ezzel foglalkozni, látjátom, ez is 15 perces lett ez az első kicsomagoló és benyomás videó, legközelebbig ne fecsre feliratkozni, e, sziasztok, és e, várom a kommenteket.